Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Amikor készültem erre a beszélgetésre, meglehetősen zavarban voltam, hiszen vendégemmel nagyon gyakran találkozunk az újságok hasábjain, illetve ha valaki fellapoz bármelyik weboldalat, akkor rá kell jöjjön arra, hogy a vendég gyakran szerepel, és egy egészen más kontextusban, mint amiről ma szó esik, de nyilvánvaló, hogy arról is kell, hogy beszéljünk, hiszen választott hivatása a rendőr, Sturz Tíme a rendőrőrnagy, csókolom a kezét, szervusz. Szervusz. Nos, igen. Azt hiszem, hogy a közlekedés biztonság érdekében kifejtett munkád, a felhívások, a különböző tanulmányok, és azok az értesítések, amelyből megtudhatjuk, hogy mire kell figyelnünk, kivételesen fontosak. Ugyanakkor nem különben fontos, és rácsodálkoztam erre a kettősségre, azok a fantasztikus képek, amelyeket festőművészként jegyzel. Kezdjük talán az előbbivel. Egy olyan helyen születtél, Móron, ahol ez gyönyörűséges táj. Nem csak a borvidék, önmagában a móri táj, az a sváb gyönyörűség, az a mélységes tisztaság is azt mondatja velem, hogy alapvetés egy festőművésznek, egy látó embernek, aki alkot. A másik oldalról ugye Székesfehérváron tanultál, és a rendőrség felé orientálottál. Miként választ magának egy ifjú hölgy hivatást? Hát ez kezdetekben nagyon sok minden befolyásolja. Nálam a szülői háttér, tehát az apukám Móron rendőr volt, anyukám kereskedő. És először ez a kereskedői vér jött elő belőlem, és inkább afelé irányult, tehát afelé mutattam irányultságot, ezért el is végeztem a kereskedelmi szakközépiskolát Fehérváron. Majd az apukám hatására meg egy másik szakmát is választottam, ezt a rendőri szakmát. Mondván, hogy nem baj, hogyha több szakma van a kezembe. Viszont járőrként kezdtem a rendőrségen, majd a rendőrtiszti főiskolát elvégeztem, és így már egyértelmű volt az a vonal, amerre már el fogok indulni. Tehát utána már maradt számomra a rendőrség. És tehát szülői hatás szülői volt azért, hatások nem? Hiszen voltak, édesapád igen. Pályáját követted. Kialakult benned, hogy milyen szakirányt választasz a rendőrségen belül? Ugye járőrként kezdted egyértelmű, de a főiskolán azért már nyilván kikristályosodott, hogy mit szeretnél ezen belül tenni, csinálni. Igen, hát nekem az igazgatásrendészet volt az, amit szerettem volna, tehát inkább ez az irány. Igaz, hogy közrendvédelmi osztály, vagy a közrendvédelmi szakirányon végeztem, de ez nem befolyásolta azt, hogy későbbiekben hol fogok dolgozni, mert nagyon sok minden. Tehát attól függ, hogy hol szabadul fel hely, illetve hova tudnak fogadni. És Fehérváron az igazgatásrendészeti osztályra tudtam elhelyezkedni, ott, mint fegyverengedélyügyi előadó. Ível a pályát, hát nyilvánvaló, nem. Hogy hadnagyként végeztél, gondolom, az eskükor, ugye ez az ezredfordulón volt, azért azt áruljuk el, és most őrnagyként azt hiszem, hogy ez már egy kellően magas rang, nyilván egy kvalitásos rendőr számára, nem ez a végső pont. Az eddigi pályáddal elégedett vagy, hiszen sajtóügyeletesként gyakran halljuk a megszólalásaidat, nyilvánvaló, hogy értesz ahhoz, amit csinálsz, de azért ez egy nagyon távol áll a festőművészettől, általában az alkotó tevékenységtől. Igen, hát számomra pont ez a kettősség az, ami az egész életem során végigkísért. Tehát, hogy a rendőrség szempontjából az, hogy ilyen szigorú szabályok, korlátok szerint kell tevékenykednünk, és számomra az alkotás jelenti azt a feszültség levezetésének egyfajta módját, tehát azt a kikapcsolódást, azt a szabadságot, amire így szükségem van.
Tehát, hogy muszáj ellensúlyozni ezt a hierarchikus rendszert, ami beműködöm nap, mint nap. Ugyanakkor én azt tapasztaltam, hogy az alkotókban is megvan a fegyelem, illetve az alázat a munkájuk iránt, tehát a művészeti tevékenységükhöz. Lett légyen az festőművész, tehát a képzőművészet valamennyi ágában. Tehát azért azt gondolom, hogy egy felelősen gondolkodó ember, tehát egy rendőr ebben az esetben, bizonyosan felelősen gondolkodik a hétköznapokon is, bármennyire szabadságot is élvez az alkotásban. Egy kicsit azért beszéljünk akkor most már az alkotásról. Minden gyerek rajzol. Uh-huh. Ki tehetséges, ki kevésbé tehetséges, ez ideje korán kiderül. A gyermekkorodban is rajzoltál már? Igen, tehát a rajzolás az úgy mindig vonzott, meg akkor még itt színezgettem, meg szerettem ezeket a kézimunkákat, a kis alkotásaimat, és igazából még rajzaim voltak egészen addig, amíg el nem határoztam azt, hogy a Sárpentelén egy erdőszéli kis családi házba költöztünk, és az az elhatározásom volt, hogy na, a falakat az én festményeimmel szeretném díszíteni. És akkor ez adta azt a kezdőlökést. Lelked jobbik fele meglepődött ezen? Meg. Vagy tudta, hogy ilyen ambícióid vannak? Tudtam egyébként, mert úgy mindig bennem volt, hogy szeretnék, csak valamilyen lökést vártam úgy az élettől, mert általában tényleg a szülők is, a gyereküknek inkább az, hogy legyen egy szakma, tehát nem próbálják ők is terelgetni, viszont bennem akkor is elő kell, tehát éreztem, hogy elő fog előbb-utóbb törni. De még az iskola, a tanulás, tehát nagyon sok minden elvette az időmet, hogy ez irányba tudjak lépéseket Mi hozta a pozitív megerősítést? Ugye ahhoz kell egyik oldalról a család támogatása, uh-huh. másik oldalról bíztatott valaki, hogy itt az idő, eljött Nem. ez az idő? Ezt így belülről éreztem, és mindenki meglepődött, mert nem is nagyon hangoztattam. Tehát rajzolgattam, a rajzaimat látták, a férjem is látta a rajzaimat, de amikor így ezt neki mondtam, hogy szeretnék festeni, akkor ő pont felújítás közepén voltunk, mondta, hogy persze menjek be a kis szobába, és akkor fessem ki a falat. Tehát, hogy ő ilyen viccesnek gondolta, tehát nem gondolta ezt komolyan, és akkor meglepődött, amikor tényleg olyan festményekkel tértem haza, mert felkerestem egy festőművész urat, a mesterem a Szakál Antal festőművész, ő úr volt, és az ő alkotó műhelyében tudtam festegetni, és amikor ugye ezeket a festményeket meglátták otthon, tehát meglepődtek. Milyen instrukciókat kaptál? Szakál Tóni a barátom, barátomnak nevezhetem, ezer éve ismerjük egymást, és remek pedagógust ismertem Igen. meg benne, nem csak festőművészként, pedagógusként is nagyszerű, és ráadásul nagyszerű ember. Igen. Hogy kezdődik egy folyamat? Tehát valaki beállít valahova, én próbálom megidézni, és azt mondja, hogy festőművész szeretnék lenni. Mi történik ezután? Hát, veled mi történt? Igen, amikor így találkoztunk, akkor megnézte a munkáimat, amik eddig elkészültek, és az alapján azt látta, hogy érdemes lesz velem így foglalkozni. Az alapoktól kezdtük. Tehát meg én már a képeit ismert, festményeit ismertem, és tudtam, hogy nagyon, tehát számomra ez a inkább ilyen valósághű ábrázolás az, ami első körbe tetszett. Most már próbálok elrugaszkodni ettől, de kezdetben ezek az alkotások tetszettek, és az alapoktól kezdtük, tehát a színes ceruza, először ugye a grafit ceruza, majd a pasztelkréta, és akkor így haladtunk sor tovább. Talán látta azt, hogy én is nagyon szeretném, a tehetség és a szorgalom kézen fogva jár. Igen. Ugye az gyorsan kiderült, mert Szakál Antal nem foglalkozik tehetségtelen emberekkel, játékosan, de bizonyosan elutasít, én ezt tudom és tapasztaltam is. Tehát ugyanakkor meg kell tanulni az alapokat, ahogy említetted. Melyek voltak azok a technikák, amelyekkel el kellett kezdened, amivel meg kellett barátkoznod, amelyeket nem ismertél? Nekem a pasztelkréta, mert az inkább ilyen maszatolós. És az annyira tetszett, mert az kézzel is, tehát azzal úgy teljesen bele tudtam mélyedni a képbe. És a grafikai megoldások, amelyek határozott formákat adnak, az kedvedre való? Hát
annyira én a szabályos formákat valahogy nem szeretem. Tehát azért szerettem a természet meg a tájképeket, mert ott mindegy, hogy a fát azt milyen formában rajzolom, hogy ott nem kell. Mert más, aki portrékat rajzol, fest, tehát ott tényleg fontosak az a mindenféle arányok. Mennyire volt alapvetés, hogy Charpentier-re költöztél? Én ugye említettem, itt beszélgettünk előtte, hogy az embereknek, akik erről nem tudnak, én azért elmeséltem, én Charpentier-en nőttem fel, és Charpentier-e tetszik, nem tetszik, ahogy Székesfehérvár abban az időben egy koszos, poros mezőváros volt, nem több, amely majdnem elvesztette megyei rangját, mint tudjuk. Charpentier-e pedig egy puszta, ahol nem volt semmi Stanya. Tulajdonképpen, és ma ugye rácsodálkozunk, és nem csak a Széchenyi kúria megújulására, a kápolna gyönyörűségére, hanem azt is, hogy fantasztikus házak nőttek ki a földből, és olyan bensőséges hangulata van, ami egy alkotó ember számára szerintem főnyeremény. Tehát ez sokat segített az, hogy a tájképfestészetben, hogy egy olyan helyen laksz, ami inspirál. Igen, ez nagyon sokat, mert pont egy erdőszéli házba vagyunk, tehát minden reggel ugye azt látom, gyönyörű látvány fogad, és ráadásul a festő, a kis műtermi kis sarok részem is pont tehát a szép tájra néz, és tehát ez nekem nagyon sokat. Tehát a tájképfestészet megragad. Én azt gondolom, hogy a pasztelhez illik is, illetve mennyire adottság az észrevenni azt a tisztaságot, amit a természet ad nekünk? Hát azt látni kell, tehát tényleg közel kell lenni a természethez, és így beszippantani. Alkotótábor. Ugye olvastam, hogy jársz alkotótáborba, szabadi fürdőben. Mit lehet ott megtanulni? Hát ott mesterektől, tehát más festőtársaktól nagyon sok mindent. Tehát ők is tudnak tanácsokkal szolgálni, egymás alkotásait megvitatjuk, megbeszéljük, inspiráljuk egymást, kicsit új célok elé állítjuk, tehát hogy más irányban is picit elmozduljunk, kikapcsolódunk, tényleg ott igazán az a nyugalom szigete. Amikor leülsz a vászon elé, vagy a farost lemez elé éppenséggel, és olaj vagy pasztelkrétát veszel a kezedbe, akkor milyen a folyamata az alkotásnak? Határozott vagy, tudod, hogy mit szeretnél, vagy közben is gondolkodsz? Hát legtöbbször azért már úgy ülök le, hogy tudom, mit szeretnék, és határozottan, viszont menet közben mindig alakítom. Tehát az folyamatosan változtatom, meg szeretem azt, hogyha be tudok fejezni, tehát amikor leülök, és be is tudom fejezni, mert benne vagyok a képbe. Amikor már kicsit kimozdulok, meg következő napra hagyom, akkor már nehezebb ugyanazt a hangulatot, érzést valahogy visszaadni. A kollégáid büszkék rád, gondolom. Igen. Ezt azért mondom, hogy ez mennyire fontos, mert azért a visszajelzés az egyértelmű. Nyilván a családod az büszke rád, hát az egyértelmű, annál is inkább, hiszen egy Móri kiállítás, az gondolom, hogy egy kicsit más. Igen, hát ott Móron volt az első náló kiállításom, és Mórhoz mindig visszahúz a szívem, mert ráadásul, ahol felnőttem, az a Vértes hegység lába. Tehát az is eléggé természetközeli hely. Volt nekünk is szőlő, tehát most is nagyon szeretem ezeket a szürettel kapcsolatos képeket, festményeket. Meg minden évben a Móri bornapoknál is kiállításra kerül pár képem is, a Móri Írók és Képzőművészetek Szövetsége által ilyen a Mix udvarba. Tehát ilyen kis művészeti udvar. Lám-lám mondják ott a még megmaradt ismerősök, hogy a kicsi téme visszajött és meghódította a Lambert kastélyt. Igen, a Lambert kastélyban volt az első náló, és az is egy olyan nagyon jó érzéssel töltött el, hogy ott megrendezhettem, és a szülővárosomban sok ismerős láthatta a festményeimet, és jó visszajelzések voltak. És most már nyilván a kollégáid
falait is néhány hát kép díszíti. Ez egy igazán fajsős ajándék most már. Meddig jutottál, miként látod most? Hiszen ennek ides tova, ugye, ha azt mondjuk, hogy a 2009, amikor Szijak Állantallal találkoztál, de hát előtte már foglalkoztál vele, tehát eltelt 10 esztendő. Egy évtized múltán miként látod magad kívülről? Hát most azt látom, hogy folyamatosan szeretnék majd fejlődni, tehát így ezt elértem, meg az emberekkel megismertetni még jobban a művészetnek ezt a fajta ágát, tehát közelebb hozni őket. Ilyen kis stúdióba, ilyen kis csoportos foglalkozásokat azért. Igen, most jöttünk meg a festeges csapathoz. Igen. Honnét jött a gondolat, hogy egy ilyen stúdiót alapíts? Hát az unokahúgommal közösen szerveztük meg, és gondoltuk ki ezt az ötletet. Tehát ilyen hasonlók már vannak Magyarországon, meg hát több helyen, más országokban is, és gondoltuk, hogy ez Fehérváron is közelebb hozna az embereket tényleg a festészethez, kis élményt szereznek, a laikusokkal is jobban megismerteti ezt a művészeti ágat, és eldöntöttük, elvégeztük a Téba Művészeti Akadémián a festőművész szakot, és belevágtunk ebbe a vállalkozásba. Sok tanítvány vesz körül benneteket? Igen. És igazából nem is itt az oktatás a lényeg, hanem az, hogy élményt adjunk az embereknek. Egy kis kávét, tea, a beszélgetés mellett megalkotunk egy képet. Igen, az alkotás élménye az mindenek fele. Igen, és akkor kikapcsolódik mindenki, jól érzi magát, barátságok szövődnek, elbeszélgetünk. Tényleg egy élményt adunk az embereknek, és manapság ez már nagyon fontos, hogy élményekkel gazdagodjunk. Igen, nem lehet elvonulni a világtól. Igen. A vászon elé. Az nagyon jó, ha a közösségben tehet adni. Ezt valaki. Ugye egy kiállításról már beszéltünk, a Móriról, essék szó a többiről is, hiszen megjártott, ha úgy tetszik, Tolnát, Baranyát. A tolnai kiállítás például az fantasztikus siker volt. Volt alkalmam látni azokat a képeket, amelyet egyébként a Tolnatáj televízió készített. Ez kivételes lehetett, mert egyrészt mosolygós voltál, mint most például. De én azt hiszem, hogy egy olyan közegbe kerültél, ami szinte a második otthonod. Igen. A festőtáborban nagyon sok közeli barátra tettem szert, és nagyon jó, mert olyan kis közösség alakult ki, hogy segítjük egymás munkáját, és közösen megszervezzük így a kiállításokat. Tehát az egyik festőtársam, meg akire nagyon felnézek, Biszák László festőművész, ő szervezte meg ezt a kiállítást, és két másik hölgyel együtt tudtuk kiállítani a képénket, teljesen különböző ábrázolásmód, teljesen más stílusban, és nagyon jól sikerült, meg tényleg látni ezt, hogy mégis együtt tudunk mozogni, dolgozni, de különböző képeket produkálunk. Igen, és ez vonatkozik a Vörösmarty Színházas Kéklámpások kiállításra. Igen. Is. Azért ez jó. Kellően, én azt gondolom, hogy kellően önzőnek kell lenni egy művészembernek. Hát örülsz a sikernek? Tudsz örülni? Igen. Mert az egy visszajelzés. Egy visszajelzés, meg az is csak tovább lendít, tehát az is csak új erővel tölt fel, és új inspirációkkal, új feladatok, célok elője állít. Tehát, ha már új célokról beszéltünk, akkor így a beszélgetés vége felé milyen céljaid, álmaid, vágyaid vannak, amelyeket a nagyon határozott egyéniséged okán szinte bizonyosra vehetünk, hogy meg is valósulnak. Szóval. Hát mindenképp teljesen úgy kiteljesedni ebből a szempontból is, hogy minél több egyéniséget belevinni az alkotásba, és kicsit kimozdulni abból, amit eddig megszoktam. Tehát, hogy új ötletekkel gazdagodni, kicsit tehát több fantáziát belevinni. Tehát inkább így most ez a célom.
meg többet foglalkozni, ahogy lehet többet szeretnék foglalkozni azért a festészettel. Történjék így. Én azt kívánom, hogy egyik oldalról valóban legyen időt festeni, tehát inkább a festőállvány előtt szeretnélek látni, mint sem a beszámolókat a különböző közlekedési balesetekről, vagy egyéb tragédiákról. Ehhez kívánok erőt, egészséget, és köszönöm. Boldogságot karácsonyra, új évre. Azt hiszem, hogy mindennek rendelt ideje van, és ez így jó. Köszönöm, viszont kívánok. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Stúrsz Tíme, a rendőrőr nagy volt, festőművészként. Tehát a két választott hivatásának megfelelően beszélgettünk mindarról, ami az alkotás folyamatát kíséri a hétköznapokon és az ünnepeken. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!